Oké, piros bújtató, az így. És oda rohadtul nem kell, hogy legyen szén azon a futószálagon. Oké. És akkor ezt innen levisszük. Hol van ez? Ezen a vonalon, errefelé. Igen, elfutószalagozzuk a kijövő vasat, egy alállomással ellátjuk árammal. Igen, itt meg majd egyszer elkészül, azt tudom, az ilyen. Cool. És... meg tudom kerülni lefelé? Meg egy bújtató, két bújtató, három bújtató, tehát kettő még kell. Ott nincs bújtatóm, jó, majd lesz. Ott is majd lesz bújtató, és itt összefolyatom a vasat, hogy jó. Még a bújtatót csinálja, de mindjárt befejezzük, és akkor ott egy kis extra sütés. Sütő nincs, a sütőt azt kell csinálni. Csináljad. Azt csináljad. Jó. És akkor annyi a feladat, hogy itt készül a sütő a zsebünkben, valahol, ott. Ezeket most manuálisan helyezzük el, mert éppen a rendszerünk még nem érett meg arra, hogy ez megoldódjon. Csak a vicc kedvéért. Na, hát nem, szerintem elég gyors. És akkor lehet látni, hogy a vaslapot elkezd megindulni extrába. Hol vannak ezek a sütők? Ott. A vaslapsütés. A vaslapot elkezdjük extrába sütni, akkor extrába tudja ezért is csinálni. Extrába fog tudni acélt is csinálni. Ha van acél, akkor pörög a logisztika, és ha felpörög a logisztika, akkor jobban tudunk utána dolgokat csinálni. És itt lehet látni, hogy érkezik közben a nyersanyag is. Egy picit pörögjön föl szerencsétlen acélunk, az nem lenne egy utolsó szempont jelenleg. Mondjuk azt, hogy szarul állunk. Nem kifejezését szarul állunk egyébként az acéllal jelenleg. Már hogy így nálam van valamennyi, de nincsen semmi tartalékunk belőle, és sokkal többet meg tudna enni a rendszer. Szóval itt bármilyen rásegítő rendszer, segítség már. Szó szerint. Nem tudok olyat tenni, ami ne lenne neki jó. Illetve de, ha még többet fogyasztok, de... És egy kicsit várom, hogy ez hogy fog működni így. És már nálam van a cél, tehát a rendszerbe, tehát a gyártósorba tudja vinni. De hát persze nyilván nem ájultunk el. Miközben egyébként a termelékenységi modul az már elkészült, hiszen ahhoz volt minden. A addig a sín, meg a gyár az nem nagyon tud olyan tempóba dolgozni, ahogy kéne. Acél hiányában, de most kapja az acélt valamennyit. Tehát, hogy elkezdi csinálni, csak lassú, amíg ez kifut. Hát ide, de nem dobok be manuálisan, meg rám hordja, és azért nem ide. Tehát tök mindegy, mit csinálok. Amíg az acélsütés nem tud felpörögni ész nélkül, addig nem tudok mit kezdeni. Áramot viszont amennyit használunk, annyit legalább előállítunk. Ez egy ilyen dicséretes dolog, hogy napelemekkel állítjuk elő azt a mennyiségű áramot, ami kell. Jó, hát itt a lőtornyokat még nem tudta elhelyezni abban a mennyiségben, ahogy ő szeretné. Illetve itt van egy, amit meg ne is akarjon elhelyezni. Jó. Elkezdett csepegni. Csepegni a rendszerbe az acél. Pakolja bele, tehát hogy most már készül az acél folyamatosan, lehet látni, hogy jön a vaslap, csinálja, süti, majdnem minden sütő tud dolgozni egyébként. Ami úgy szintén egy ilyen jó dolog szerintem. Mert egy idő után ez azt jelenti, hogy az acéltermelést azért csak megsegíti, szóval ne legyen már rosszabb, mint volt. Igen. Úgy, ahogy mondod, csinálja az acélsütés. Hát a sínhez az acél az egyébként így nagyon lassan jön. Lehet, hogy ezt megemelem 300-ra hosszú távon, hogy legyen benne acél. Ha majd fölgyűlik a rendszer egyszer valamikor, akkor az ott több acélt kérjen le. Jó, hát végül is a vasúti síhez acél kell, ez nem olyan ördögtől való. Közben olvasom a leveleimet, skacok, mert néha kell azt is. Mit akar ez? Ó, a francba. Igen... igen... Jó. Tenorizál engem a... Ez a gyökér futárszolgálat nem házhoz hozta a cuccot, hanem elvitte kb. 150 méterre tőlem, és lerakta egy kocsmába. Nem értem, hogy miért nem nekem hozta, de akkor... Szomorúan be kell jelentenem, hogy ma el kell mennem meginni egy kávét per sört. Mondjuk 35 fokban inkább a per sör lesz a nyerő. Jó, de 3-tól egyébként is ezért van grektekezünk. Szóval nem lesz végtelenségig a mai napon Factorio, de rajta vagyok az ügye, hogy haladjak ezzel is, meg azzal is. Jó, hát az acélra kell várni. Amíg nem telíti acéllal a rendszert, már pedig itt bármennyit beletesz, ugyanannyit el is visz. Tehát jönnek a drónok és elviszik. Nem unatkozik a logisztikai rendszer, de ott is van szabad hely bőven, bőven, bőven. A drónrendszer, amilyen gyorsan tud acélt vinni a sínbe nagyjából, olyan gyorsan tudunk gyártani. Jó, hát azt meg tudom tenni, hogy priorizálom viszont azt, hogy most a sínbe nyomassad bele az acélt. Szeretném, ha sok síntet ott gyártaná, hogy gyártsál lilát, hogy legyen logisztikai rendszerünk, hogy gyorsuljon az egész. Ezen kell dolgozni. Mert a vas, mint nyersanyag fogy el, már hogy logisztikailag, nem nyersanyagilag jelenleg. És igen, még egy második lelőhelyet is kell csinálni neki. Jó, hát 30 darab sink kell ahhoz, hogy egy darab ilyen szart megcsináljon. Tehát így kijelenthetjük, hogy egyébként nem keveset kell dolgozni. Sebességgel, és a kő hiányzik. A kő. Really? Jó, emeljük meg a kő mennyiségét is, hogy mennyit kér. Lassabban ér ide a kő, tehát meg kell emelni a mennyiséget, nehogy már az legyen a hiány. Nem hord sehova acélt, mert az én inventorimba hordja bele. De legalább csinálja. Van nálam kő? Nincs nálam kő. Már pedig, ha nincs nálam kő, nem tud dolgozni. Abból a kőből, ami... De én egy csomót kiszedtem, vagy azt nem szedtem föl. Lehet. Jó. A síngyártónak kell ezért megoldani a nyersanyag ellátását, és akkor utána már jó lesz. Semmi, a követ lassan hordja ide, de az messziről jön azért. Szerintem azért, mert messziről jön a kő. De jön. Jön az. Csak több drónt kell ráállítani, de logisztikai drón van bőven. Azzal, legalább azzal nincsen probléma. %37-on van egyébként a logisztikai kutatásunk, és csak nyersanyag kérdése az egész. Azt nézem, hogy itt nincs egy köves dobozunk valahol, amivel most rásegíthetek, hogy ne lenne. Hogy ne lenne. Most innen elhordom a követ, és lehordom. Lehordom ide a sín gyártásához. Legyen elég. Hát ezt viszonylag gyorsan tolja ki magából. Ennél sokkal gyorsabban is lehetne egyébként tolni ki belőle, ha sebességmodult rakok bele 2. Termelékenységét nem tehetek bele, mert ez csak köztes elemekre lehet tenni, jó? Semmi gond. Megsebességmodulozzuk ezt a cuccot, amennyire lehet. Így, ez most a maximum sebesség, amit ki tudunk belőle hozni. De lehet látni, hogy ez már azért eljut ugye a... Maga a gyár tudna úgy gyártani, hogy relatíve ellássa jól a rendszer, csak ezért nem tud. A nyersanyag oldalon vannak gondok, acél, kő, vas, minden el tud fogyni belőle. Jó, azzal tuti nincsen probléma ott. Hát, azzal van a probléma, hogy... Lassan pakoljuk bele. De tök mindegy, mert mire elfogyna, addigra megint van. Jó. Jó, hát el tud jutni az utolsóig is egyébként a sím. Tehát valóban ellátja. Minden más nyersanyag meg kérdéses, tehát... Reméljük, hogy rájön, hogy működjön. Jó. Igen, hát a villanysütőgyártás is lassú. Ugyanúgy az acél miatt. Oké. Oké, hát a logisztikai kutatás mint olyan, megint gyötrelmesen lassan fog lefutni. Vaspakolás sebességének hiányában. És kegyetlen sok futószallaggal majd meg lehet ezt oldani. Itt lehet látni, hogy pakoljuk a vasat 1000-rel, és ja, hát van hova. Pikpak kipakoltuk. Ide kell a gyorsabb futószalag, az ott nem lesz kérdés. Ide nem nagyon, mert ezt nem eszi meg. Amennyire tudjuk, sütjük. Oké. Automata rendszert amennyire tudtuk, megcsináltuk, a többi már nem rajtunk múlik. Jó, hol támadnak minket? Ott? Ja, itt valóban itt támadtak minket. És meg is haltak. Oké. Oké, és mi hiányzik? Ja, még mindig a tornyok. Oké, de már nálam megvan a 40, 50 ugye a stack, ami kell. Ott lehet látni, hogy mennek föl a lila kutatócsomagjaink, ami hiány volt. Most igazából ez a hiánycikkünk. Ha gyorsabban tudjuk elhozni a vasat, meg bepakolni a vasat, akkor tudunk gyorsabban majd kutatni is vele. Jó. A kutatást egyébként csinálja, tehát hogy nem arról van szó, hogy lustálkodik, hanem hogy ennyi az anyagunk hozzá sajnos. Nincs több. Áram jó. Mégis az is valami, hogy az áram jó. Sárga kutatás itt csinálja. Ott mi hiányzik egyébként? Gondolom az acél ott is. Nem, a kék áramkör. A kék áramkör azért hiányzik, mert minden mást megeszünk? Igen. A zöld áramkörből nem gyártunk eleget ahhoz, hogy ennyi áramkört elhasználjunk. És a zöld áramkör az akkor gyorsulna föl. Aha, ott meg már a vasa hiány. Vasza. Az a fasza kategória. Már azért nem sütünk eleget, mert kevés a vas. A kisütött vaslapunk kevés, ami nyersanyag problémákra vezethető vissza hosszú távon. El se jut az egész a végéig. Pakolják be a sütőkbe a vaslapokat, ezerrel. Anyag van. Igen, megesszük az anyagot. Gyorsabban esszük meg az anyagot, mint ahogy szállítjuk. Az majd javul. Mert le kell fusson az a kutatások, nincs mese. Csak annyira tudjuk csinálni a dolgot, amennyire hajlandó. És ilyen az acél az. Nyers vas minimálisan van nálam. Nem igazán nyerünk vele sokat. Ezt kitehetem, hogy ne foglalja az inventory slotomat, de ez csak ennyi. Oké. Ha fúra tudnánk vágni az acélsütőket, és lenne elég acélunk, akkor megoldódnának a problémáink is. Sérülnek a dolgok, hol? Ott. Itt? Hát jó. Marha bátrak. De majdnem fullon megy egyébként az acélsütő, mert mindegyik világít szinte. Tehát én szerintem így az acélsütésből semmi nem elég. Tök mindegy, ha még nincs annyi nyersanyagunk, hogy növeljem a termelést addig. Pedig még ráállítottunk egy dedikált blokkot is. Még mit kéne csinálnom, hogy jó legyen? Jó, egyébként szép lassan alakul ez. A kék áramkör az a zöld áramkörön hal le. A kutatás az ott hal le, hogy a zöld áramkör ott hal le, hogy nem kap vasat eleget, mert ugye nem fullos a futószalag, amin megy. A sütés ott hal le, hogy nem ér végig. Nem tudom, olyan gyorsan lesüt. Ne, mondjuk itt azért lehet egy futószalag upgrade-et csinálni. Most tényleg nem egy nagy kuváj. Hát, ha tovább ér le, több vasat sütünk ki, meg ilyenek. Már hogy hirtelen. Nem ér az olyan nagyon sokat el. Lehet látni, hogy van baj. Igen, lemerült az eredeti vaslelőhelyeink, azok kimerültek már teljesen szinte. Vagy inkább teljesen, nem is szinte. És ilyenkor, amikor a fele mennyiségű vas jön, mert csak az egyik fele tud pakolni, akkor meg nyilvánvalóan nem elég. Hiába van egyébként ott benne a dobozba a vas. Hát, hogy itt hiába van elég vas, ha nem tudja elvinni a futószalag. Jó. És lassabban jön a vas. Igen. Jó, hát ez... ez tényleg akkor oldódik meg, amikor... amikor lemegy a kutatás, 63%, tehát azért nem a világ vége nem lesz. Nem gyors, de nem nagyon gáz. Szuper. Drukkolunk az acélgyárunknak. Itt folyamatosan egyébként támadnak minket valahonnan mindig. De piszkosul megszívják egyébként. De mindenhol visszaverjük a támadásokat jelenleg. Ott. Itt támadnak minket, és akkor megtámadnak minket, ezért lejavítják a drónok, és ez körforgásba megy. Igazából csak a nyersanyagaink fogynak el benne. Oké. Okay. Gyerünk, logisztikai kutatás. Megint az izé hiányzik. Mi az acél? Jó, megint manuálisan egy kicsit rásegítek erre. Itt is segítsek rá? Nem tudok, mert annyi acélunk nincs. Pedig kéne, hogy legyen a cél, amivel itt rásegítek. Ezt is gyártsa. Most csinálja. Igen, mert 10 a cél, az 50 darab vaslap, és el tud fogyni. Nyomjuk a lila kutatási csomagot, mert mennek föl északra, minél jobban haladjon. Tehát itt a drónok 1000-rel töltenek föl mindig. A drónok lesznek lassan szerintem a legnagyobb fogyasztóink. Második legnagyobb fogyasztónk, harmadik, negyedik, de tehát egy ilyen nagy fogyasztó a drón, meg a sütők persze. Amiket aztán tényleg nem fogunk most fölpimpelni. Lehetne elvileg egyébként ilyen, mondjuk termelésnövelőt rakunk az acélba. Nézzük csak meg. Acélba lehet termelésnövelőt tenni? Lehet. És akkor az elvileg X, tehát egységnyi anyagból többet állít elő. Igen, kontrollal végig lehet húzni. Fogyasztás meglöki, de szerintem van értelme, hogy az acélnál termelést növeljünk. Hogy maradjunk annyiba, hogy van mit megnövelgetni. kis lila csík fut az alján, és akkor bónusz acélt fog gyártani időnként. Cserébe gondolom, kétszer 40%-kal növeli a fogyasztást. Nem tudom egyébként, hogy ez a termelés-növelés ez mennyit dob a helyzeten. Valamennyit biztos. Mindegy, mert ameddig az anyaga kevés, addig ez mehet, azt szerintem, hogy meglátjuk. Az biztos, hogy készülnek. Készülnek szépen el ezek a lila kutatók. 78%-on a kutatás, tehát hogyha így manuálisan rásegítünk, azért megdobálja az úgy hirtelen a dolgokat. Mind a vasúti sínnel, mind pedig a elektromos kemencével. A termelésnövelőből van elég. A többiből meg azért nincs elég, mert nincs elég anyag. Annyira 22-es csapdája. Igen, hát itt viszonylag hamar ki tud fogyni a cucc. Viszont gyorsan kipakoljuk a vonatot. Gyorsabban vissza tud menni, és ez egy picit gyakrabban jár. Mert minden mennyiségű vasat megeszünk, úgyhogy... Ez a minden mennyiségű vas, az nem sokat dob. 84%-on vagyunk a kutatással, és egyébként utána mi fog kelleni hozzá? Vasfogaskerék, vas, jó, piros futószalag, meg kenőanyag. Azért jó. Kenőanyagot tudunk lekérni bárhol. Tehát kell egy kenőanyag kiizélése, egy vas, amivel futószalagozunk. Jó. Addig előkészíthetjük a gyárat. Itt fogjuk gyártani. Az a gyár fogja gyártani nekünk a futószalag, a kék futószalagot, amiben irgalmatlan mennyiségű fogaskerék fog kelleni, amihez le lehet igényelni vasat majd, vaslapot. Igen, ez az, amiből hiány van. Vaslapot fogsz leigényelni mindig. Jó, majd a tempót meglátjuk, azt nem tudom. Árammal működik, mint minden. Tehát ő ilyen vasfogaskereket minden mennyiségben tud legyártani. Ha majd kikutatjuk a másik oldalon, ehhez a szutyokhoz kelleni fog a kenőanyag. Igen, a kenőanyag. Ahol ugye egy igénylő láda lekéri, egy másik meg visszaadja. Tehát te kenőanyagot fogsz kiüríteni hordóval. Arra felé. Te oda berakod, te oda visszarakod. És ide igényelsz kenőanyag hordóból, legyen mindig egy 10 darab, nem kell több. Ez itt mindig fog csinálni kenőanyagot. Aztán a harmadik, ami kell bele, az a piros futószalag. Oké, igénylő dobozt kell csinálni, mert elfogyott. Nem a legdrágább dolog, úgyhogy ettől nem kell félni. Jó, és te igényeljél ide piros futószalagot, ami úgy szintén rohadt sok vasat fog enni. Kipakol, bepakol, örül. Hát elméletileg, hogyha minden jól megy, jól forgatom majd be, akkor ez így gyártani fogja nekünk, és maximum három stack elég lesz Starchyba. Igen, logisztika befejezve, tehát a kék futószalagot így tempóban így tudjuk gyártani, és hogyha belepakolunk elegendő mennyiségű, menjél oda ehhez. Ez lassú, ebbe kell sebességmodul. Gyorsabban kell gyártani a fogaskereket vele, de ez gyártja a kék futószalagot, ott lehet látni. Aztán nézem, hogy már gyártani kell, gyárban kell az express összeszerelőt is csinálni. Fincsi lesz, meg a bújtatót is, király. Jó, sebességmodult neki. Mert a két sebességmodul neki, hogy tolja ki magából a fogaskereket minden mennyiségben. Aha, lassabban gyártja le a fogaskereket. Oké, megáll. Hagyjuk, hogy kidolgozza magából, ez így kevés lesz. Azt mondja, hogy még 2. És itt egy mini üzemet csinálunk, ami vaslapot fog igényelni. Hát itt picit többet legyen, 200, igen. Alatta elfuttatunk egy futószalagot. Mi nem ér össze azzal. 3 gyárat lerakunk, ami fogaskereket gyárt. Igen. Azzal abból kijövünk futószalaggal. Jó, a 3 gyárra rárakunk egy kipakolást, oda meg egy bepakolást, majd meglátjuk, hogy bírni fogja. Ide bepakolást rakunk, mindenhova, oda kipakolást rakunk, árammal ellátjuk a környezetünket. És halom manipulátorból egy csomót legyártunk, mert szerintem lehet neki tolni jobban. Lehetne úgy, hogy egyet már most azonnal, és utána meglátjuk, hogy mi van. A kipakolást ezt már nem ártana így erősebben. Jó, a vaslapot eszi, mint a szemét. Ezt mondjuk lehetett rá számítani. Annyi vaslapot fog megenni, hogy az valami elképesztőben. És pakolja neki, gőzerővel pakolja neki a fogaskeréknek a vasat. Ne legyen kevés, gyártson folyamatában. Nagyjából ellátja. Oké. És csak a fogaskerékkel halunk meg, ami most. Oké, fasza. 31 darab kék, a sárga bújtatót kivesszük. És idejövünk, van annyi futószalagunk, amennyi elég kell legyen ahhoz, hogy elvileg fölupgrade-eljük itt a vas kipakolásánál ezt a dolgot. Első lépcsőben. Ez ide nagyon kellett. A második lépcsőben a másik oldalt is megcsinálom, persze. Ezzel el tudjuk... Mindjárt megfulladom. Nincs folyadékom. De ezzel elérjük azt, hogy ez egy halom manipulátor hol van. Gyártsál a zsebembe halom manipulátort. Igen. Akkor most néhány manuális dolgot még el kell végezni, meddig ér el a logisztika, nem sokáig, jó. Mert meg kéne csinálni a kék bújtatót, illetve meg kéne csinálni a kék elosztót, meg a kék bújtatót, mind a kettő rohadt sok fogaskerék. Hol lesz ehhez elég a vas? Jó, pakoljuk, én értem, és gyorsan pakolunk ki meg be, tehát az jó. Oké, halló manipulátor. Jó, elkezdjük itt a manipulátor upgrade-eket is, hogy ez itt tényleg fúra folyamatosba próbálja tolni a vasat ki. Esszük a vasat rendesen. Jó, de csináljuk is most már a dolgokat. Illetve hagyjuk, hogy fölgyűljön egy kicsit a lila kutatóanyag. Nézem, hogy mi a következő, ami sokat dobna a helyzeten. Egy erősebb gyár. Hát igen, az mondjuk azért az erősebb gyártást azt még úgy föl lehet tupírozni, és akkor utána jöhet egy lézertüzelési sebesség, illetve egy energiafegyverek sebzése, az úgy mehet följebb. Drónsebesség van, logisztikai drónok tárkapacitása, az is egy hasznos. Oké. Nem lesznek ezek a kutatások gyorsak, viszont tudunk dolgozni azon, hogy egyre hatékonyabbak és hatékonyabbak legyenek. Megvárjuk a következő szállítmányi vasat. Jó, az nekünk elven. Most ezekben már kezd észak felé, bázis felé folyamatosabban menni a vas egy kicsit. Jó, kell ide csinálnunk magunknak valahova a közelbe, drónközpontunk van, kéne, hogy legyen legalább egy. Ide kéne helyeznünk valahova egy drónközpontot, hogy legyen helyünk, így erre felé mondjuk. Drónközpontot, és akkor ezért akartam csinálni ilyen elosztót. Elosztó nélkül halálos a dolog, ki kell csomagolni a cuccot. A piros elosztót manuálisan teszem bele, a piros áramkört berakja a drón és vaslap. Jó. De gyár. 2, 3, 4 darab gyárat csináljál, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi kell. Kell egy igénylő láda. Meddig terjed a drónhálózat? Itt, idáig. Jó. Drónközpont. Ide lerakhatok egy drónközpontot. És itt igényeljünk kenőanyagot. Azt értelemszerűen ki kell csomizni. Ki kell csomagolni. Ott olyan nagy kérdések nem merülnek föl, hogy a kenőanyag. Aztán a kenőanyag az ugye belemegy egy gyárba. Ami elosztót fog csinálni nekem. Ide lerakok egy igénylő ládát, ami fogja a kellékeit elkérni ennek a dolognak. Áram legyen mindenhol. Tehát ehhez le fogunk kérni piros áramkört, meg vaslapot. Piros áramkört, abból igen, és vaslapot. Abból jöhet kétszer annyi is. Igen. Kell egy szűrős, vagy 2 szűrős manipulátor. Ezt gyorsan megcsinálta. Oké. Az arra az oldalra pattol. Igen. Mindjárt értitek, hogy mit csinálok. Próbál ki jó oldalra pakolni neki. Vaslapot. Szűrös manipulátor. Jó, ez inventoryt nyitott a kis lökött. Két oldalra vaslap. Itt lemegyünk lefelé.